Szeretettel köszöntöm a vonalban Rimaszombati Andreát, a Hit Rádió háttérműsorának szerkesztőjét. Szervusz, Andrea! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is! És nem árulunk el titkot, hogy egyben a Hetek magazinnak az újságírója is vagy, viszont most egy kicsit megelőzzük a korunkat, hiszen már készen vagy egy beszámolóval arról, amiről én szeretnélek kérdezni, hogy vajon kik azok, akik most egyre másra öntik le a híres festményeket, és nekünk minden nap ezekkel kell szembesülnünk, a hírekkel, és igazából nem is nagyon értjük, tehát kezdjük ott, hogy kik ők, és mit akarnak ezzel? Hát ez egy aktivista csoport, igazából lehet látni a fiataloknak a pólójára, rá is van írva a nevük, az a nevük, hogy Just Stop Oil, és most főként, ugye, akik ehhez kapcsolódnak, ők inkább Angliában tevékenykednek. Ők egy környezetvédelmi, vagy hát ilyen klímaaktivista csoport, akik, hogyha egy kicsit jobban megkapargatjuk a felszínt, akkor egy Coloradóból, Amerikából kiinduló nagy klíma szervezetnek a fiók szervezete. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Coloradóban van a székhelye egy Climate Emergency Fund nevű a civil szervezetnek, amit egy olajmágnásnak az unokája alapított $500,000, és ők létrehoztak egy úgynevezett A22 Network, vagyis hálózat nevű kezdeményezést, amiben nagyon sok országban vannak hasonló szervezetek, mint ez a Just Stop Oil, és az a tervük, hogy 2022 őszén egy felkelést hozzanak létre 11 országban, ez ilyen megdöbbentő, de rajta van a honlapjuknak a tehát kb. Két kattintásra van a honlapjuk elejétől ez, hogy kinyilvánítják, hogy szeretnék ezt a felkelést létrehozni 11 országban, és ez már el is indult. Senki nem cenzúrázza, senki nem mondja, hogy ez agresszió, vagy felforgató tevékenység, nem ütköznek ilyen falakban. Hát ez nem agresszió, meg ez nem illegális, ők ezt mindenhol kinyilvánítják, hogy ők csak legális tevékenységeket támogatnak, ami azt jelenti, hogy kiképzik az aktivistákat. De hát ezek az értékes képeknek a leöntése, nem tudom mennyire számít legálisnak, hiszen amikor én megyek múzeumba, akkor szoktak rám csúnyán nézni, sőt adott esetben akár készek a kezemre is ütni, hogyha hozzám mernék nyúlni a képekhez. Igen, de azt kell tudni, hogy ezek a képek ezekettől nem mennek tönkre, tehát nyilvánvaló, hogy ezek az óriási értékű festmények, ezek nem csak úgy ki vannak állítva, hanem a legtöbb esetben plexi vagy védőüveg mögött vannak, tehát nem tudják tönkretenni, hála Istennek, ezeket a dolgokat. Mindenhol a múzeumok egyébként eddig, ahol történt bármi, nyilatkoztak, hogy a festményeket ugyan már a plexit, meg a keretet azt meg kell tisztítani, de alapvetően nem rongálódtak meg, és a hónap végén újra ki lesznek állítva. Hát ez nagyon szép, de mondjuk, ha mi mennénk gyerekekkel, és azok próbálnának akármit is kezdeni ezekkel a festményekkel, szerintem nem kapnának ilyen felmentést, hogy ó, hát úgyse lesz semmi bajuk a képeknek. Hát, hogyha ilyen fényvisszaverő mellényben mennek, és odaragasztják az ajt, a falhoz a kezüket, akkor valószínűleg belekerülnek ők is ebbe a felmentendő csoportba. De egyébként a rendőrök azért elviszik ezeket a fiatalokat, tehát több letartóztatás is történt, de alapvetően ez is egy ilyen polgárpukkasztás, és a rendőrök teljesen ki vannak akadva, mert az igazi munkától vonják el őket ezek az idióták. Sajnos. Tehát erre mindenképpen jó. Szerinted ezért csinálják, hogy elvonják a rendőröket a valódi munkától? Hát én egyébként azt gondolom, hogy ahogy végigolvastam ezeknek a küldetésnyilatkozatát, meg azokat a nyilatkozatokat, amiket az újságoknak adtak ezek után, a cselekmények után, mert most nagyon sok történt, októberben több országban is volt ilyen. Nekem az az érzésem, hogy van egy óriási frusztráció ebben az égenerációban, és így akarnak tenni valamit.
azt gondolják, ráadásul ezek a nagyon gazdag magánszemélyek, akik létrehozták ezt a Climate Emergency Fundot, ezek adják alájuk a lovat, hogy tehát így ők meg tudják változtatni a világot. Ez az éghajlatváltozás, tehát ez a Climate Emergency, tehát az magyarul a klímaváltozás ellen küzdenek így, és akiket ők hibásnak tartanak ebben, azokat büntetik, vagy mindegy, csak felhívják magukra a figyelmet? Ez inkább mindegy, csak felhívják magukra a figyelmet. Ugye olyan narratívák vannak itt ezekben az eseményekben, hogy ugye leöntötték Németországban, Potsdamban például tört krumplival az egyik festményt, és akkor arról beszéltek, hogy felháborodtatok? Na látjátok. Akkor miért nem háborodtok fel, hogyha a felbecsülhetetlen értékű földünk megy tönkre előttetek? Meg hogy nem lesz értéke ennek a festménynek, hogyha az élelemért fogunk harcolni. Tehát van ezért egy ilyen demagóg narratíva mellé téve, és ezek a fiatalok, ezek meg vannak róla győződve, hogy ők egyébként egy olyan ügyet szolgálnak, ami az ő jövőjüket fogja érinteni, és igazából azt akarják elérni, hogy például ez a Just Stop Oil, ennek az a deklarációja, hogy ne adjon ki a brit kormány több olaj- és földgáz kitermelési koncessziót, hanem álljon meg a fosszilis energia felhasználás, de közben van egy ilyen Extinction Rebellion nevű másik szervezet, vagy Scientist Rebellion nevű harmadik szervezet, ezek Németországban például a Volkswagennek az autóstatjában ragasztották magukat a padlóhoz, és igazából ezek meg az autófelhasználás, vagy a kipufogó gázoknak a károsságáról beszélnek. De közben, amikor megállítják például egy másfajta demonstrációval a forgalmat, az azért nagyon durva, mert hogy egy dugó az 6-szor annyi káros anyag kibocsátást okoz, mint hogyha megy a forgalom normálisan, tehát nem nagyon lehet összefüggést felfedezni. De azt hiszem, hogy ez már felfedődött akkor is, amikor például celebek kezdtek el lázadni a klímaváltozás ellen utána, vagy pedig az energiafelhasználás ellen egyben, és akkor a magánrepülőgépeikkel szelték a levegőt, amely rengeteg üzemanyagot fogyaszt, és ilyen módon rengeteg káros anyagot bocsát ki. Gondolom, ez is ide tartozik. Tehát akkor te úgy látod, hogy ez a Z-generáció képen szót kér valaminek a kapcsán, de állnak mögöttük nagyon gazdag emberek, tehát akkor van itt valami összefüggés, tehát ez a Z-generáció frusztrációja, vagy ezt a Z-generációt most akkor valaki valamire használja, és egyben a frusztrációjukat is használja valaki. Hát nyilvánvaló, hogy ugye kihasználják ezt az óriási frusztrációt ezek a gazdag emberek, tehát ugye van egy Adam McKay nevű rendező, aki azt hiszem ti is beszélgettetek róla a Hitrádióban, volt a Netflixen ez a film, hogy ne nézz fel. Igen. És mi örültünk neki, hogy végre a média képmutatást leleplezi valaki, és lehet, hogy köpönyeget fordít a Netflix. Na most ez az Adam McKay most ezen a héten, vagy talán lehet, hogy a múlt hét végén jelentette, hogy 4 millió dollárt fog adományozni ennek a Climate Emergency Fundnak. Tehát ezek a magánszemélyek, akiknek van elég forrásuk, ezek arra sarkalják az Z-generációt, hogy ilyen anarchizmusba átmenő aktivistáskodásba kezdjenek, mert hogy akkor így talán meg tudják menteni a földet, de ez igazából ez egy pótcselekvés, tehát ez elvonja a rendőröket a normális működéstől, dühíti a polgárokat, meg úgy az egész alapvetően teljesen kontraproduktív. Mondjuk ez cél volt, hogy dühítsék a polgárokat. Igen. Az a helyzet, hogy ez a polgárpukkasztás, ez azért nyilván minden generációban megvolt, meg mindenki próbált valami ellen lázadni, de ez a klímaváltozás, ez egy olyan téma, ez egy hiszti. Ami, igen, nincs is bizonyítva. Pont a Hitrádióban volt egy olyan műsor, talán vagy 2 évvel ezelőtt, ahol egy klímakutató elmondta, hogy alapvetően nem biztos az, hogy ez rossz dolog, hogyha melegebb lesz, mert akkor mindig a melegebb éghajlat az emberiségnek a fejlődését jobban elősegítette, tehát az, hogy felmelegszik 1-2 fokot a levegő, az egyáltalán nem biztos, hogy problémás lenne. Szóval
szóval ez is egy vita, és ez nincsen kimondva, hogy most ha abba hagyjuk a dízel üzemanyagnak a használatát, akkor ez bármiféle hatással lesz. Meg ráadásul ez a környezetvédelem, ez egy nagyon nagy gumicsont, mert ezt mindenre rá lehet fogni, de közben megvizsgáljuk egy kicsit jobban, tehát a Google-nek a több városnyi méretű tárolókapacitása, a szerver termei, amit ugye hűteni kell, meg az is eregeti a károsanyagot ki a levegőbe, vagy a livestreamnek, tehát az, hogy valaki élőben, jó minőségben tudja hallgatni, vagy nézni a videó megosztókon a tartalmakat. Ennek is van egy hatalmas informatikai infrastruktúra igénye, ami az eddigiek alapján, a statisztikák alapján sokkal nagyobb energia vagy károsanyag kibocsátást generál, mint az, hogy minden autó jár az út. Tehát, hogyha egyszerre minden autó Európában az úton lenne, az se tudna annyi károsanyagot a levegőbe küldeni. Tehát az egész egy képmutatás, és nincs is bizonyítva, hogy alapvetően lenne abszolút, hogy lenne belőle bármilyen előny, hogyha most mindenki átülne egy elektromos autóba, de abban meg ráadásul akkumulátorok vannak, amit meg, hogyha ki kell cserélni, akkor azt is tudja, hogy mit csinálnak vele. Anomália halmaz a fosszilis energiákkal kapcsolatban is, hiszen most gondolom az energiaválság kapcsán pont ezeket kezdték újra kiaknázni, vagy ezek felé fordultak, ha jól tudom. Igen, hát most már ugye zöldnek minősítette az Európai Unió az atomenergiát is, mert rájöttek, hogy ennek nem működik. Pedig eddig például az ilyen akciók pontosan ez ellen, az atomreaktorok ellen zajlottak. Igen, meg... Tehát a zöld, amikor akarjuk, piros, ha nem akarjuk. Igen, és hogyha valakit tönkre kell tenni, akkor őt például lehet azonnal környezetszennyezőnek minősíteni, és el lehet lehetetleníteni. Tehát a szénipar, meg az egyéb fosszilis energiahordozók alapvetően sokkal kényelmesebbek, mint a megújuló energia. A megújuló energia ráadásul nem is hatékony, és nem is megbízható. Tehát van, hogy nagyon sok van belőle, van, hogy nem. Nincs belőle egyáltalán, tehát ezek mind ilyen mondva csinált dolgok, és ezt most az E-generáció teljes egészében megette. Ugye láttuk a Greta Thunberget, meg van rengeteg ilyen aktivista. Igen, most egy kicsit kevesebbet látjuk, biztos van, aki sajnálja. Igen, de hát helyette van 8 másik, ez olyan, hogy lehet, hogy ő most egy kicsit le van tekerve, de hasonszörűek, azok gombamód szaporodnak, ugye mindenki látja, hogy azért ebben pénz is van, ennek van egy marketing vetülete, mert ha meghívnak az ENSZ-be, akkor lehet, hogy ha felteszel egy YouTube videót, akkor megnézik 100 000-en, az már egy ezek nagyobb bevételt tud jelenteni. Már ilyen Z-generációs összefüggések, nem? Igen, hát ez az, amit mi nem látunk mögötte, hogy alapvetően itt mindenki úgy akar megélni, hogy ne kelljen olyan igazi hozzáadott értéket létrehozni, mert így kiválóan meg lehet élni. És ez, hogy tehát van egy nagy kilátástalanság bennük, ezt lehet érezni. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az E-generációról is nyugodtan kifejtheted a véleményedet, mert nyilván a végeredményben erre fut ki talán a cikk is, hogyha jól sejtem. Hát ez inkább kifejezetten ezekre tehát a cikkem az csak ezekről, az aktivista szervezetekről, meg a mögötten levő finanszírozásról szól. Az E-generáció az annyira nincsen kidomborítva benne, de az az igazság, hogy én megértem azt, hogy nagyon frusztráltak, mert amikor mi még a jövőnket terveztük, akkor nem volt ennyi viszmajor körülöttünk, hanem úgy az ember el tudta képzelni, hogy hova fut ki majd, hogyha elvégez egy felsőfokú iskolát, elkezd dolgozni, nagyjából tudta, hogy mi az, amit szeretne csinálni, és ezek a fiatalok a legtöbb esetben egy ilyen óriási kilátástalanságban vannak benne, hogy fognak megélni, nem akar családot alapítani, mert a gyereket el kell tartani, tehát, hogy egyszerűen a saját életüket nem tudják valószínűleg egy ilyen perspektívában sokan elképzelni, és közben pedig ugyanolyan tehetségesek, mint amilyenek mi is voltunk, és hát próbálnak ebben valamilyen módon azért így előre haladni.
És sajnos azok az emberek, akik ezeket a fiatalokat a saját céljaikra felhasználják, kihasználják ezt az idealista gondolkodást. És hát mi is beszélgettünk róla rengeteget már itt a Hit Rádióban, hogy minden generációnak kell valami, ami ellen lehet lázadni. Tehát azért volt a rock kultúra, voltak a régi konvenciók elleni lázadások a 70-es években, amiben aztán lett ez a csodálatos liberalizmus, meg a nagy feminizmus, és hát ugye nálunk a kommunizmus volt, ami ellen lehetett lázadni. Ezeknek a fiataloknak most ez a lehetőségük, tehát az, hogy a polkorrektség ellen, vagy a polkorrektségért lázadnak, de közben ugye nem értik, hogy ez igazából nem teremt értéket, hanem azt, ami még eddig volt az életükben szilárd alap, annak a fundamentumát is totálisan lebontja, és egy ilyen óriási káoszt eredményez. De mivel hát nyilván ők most ezt a fiatalos lázadást, tehát még 19-20 évesen nem gondolkodott az ember összefüggésekben. De és azt hiszem, hogy ez mindig így volt, és mindig bontottak le a lázadások során olyasmit, ami nyugodtan állhatott volna, és stabil alapot képezett volna, miközben persze szükség van arra, hogy a rossz dolgok ellen valóban lázadással változást hozzunk. Tehát valóban talán ez a kulcs, nem, hogy nem látja át az ember ennyi idősen az összefüggéseket? Igen, meg nem értik azt, hogy ez nem ennyire egyszerű, ez nem ilyen fehér meg fekete, hanem ennek van egy csomó vetülete, de ugye mivel a demagógiával nagyon könnyű beizzítani egy ilyen egyébként is lázadásra vágyó réteget, ezért most ők megteszik ezt, és oda mennek ezekhez a felbecsülhetetlen értékű műalkotásokhoz, és csak a polgárpukkasztás miatt egyszerűen odaragasztják magukat a falhoz, és akkor fel vannak háborodva, hogy őket nem támogatja például a Volkswagen ebben, és nem készít be nekik kis vödröcskéket, hogy ne kelljen a mosdót ezzel helyettesíteni, meg nem ad neki, meg ugye amikor felajánlja, hogy ad nekik enni, akkor éjségsztrájkba kezdenek, tehát látszik, hogy ez egy ilyen, hát ez egy olyan tombolás, aminek lényegében csak az az eredménye, vagy csak az a célja, hogy felháborodjanak rajta. És a cikkben írom is azt is, hogy vannak egyébként olyanok, akik egy kicsit mérsékeltek, meg akik így mögé látnak jobban, hogy nem érik el vele azt, amit akarnak, mert támogatást nem fognak kapni a nagy széleskörű társadalomból, mert ugye az emberek ezt nem tudják jó szemmel nézni, meg a legtöbb emberben ez megütközést kelt. És igazából az a helyzet, hogy van olyan klímaaktivista csoport, akik elhatárolódnak ettől, azt mondván, hogy nem lesz ennek jó vége, mert az emberek még jobban ellenezni fogják ezt az egészet, mert ugye ezeket az eseményeket kötik a klímaaktivizmushoz. Igen. És nem a kommunikációt, vagy a párbeszédet, meg a tudományos kutatásokat, hanem ezeket az őrültségeket, aminek tényleg és az lehet, hogy ez nem lesz semmi értelme. Vonzó ilyen módon azoknak, hát, akik előtt vonzóvá szeretnék tenni. Vagy nekik van. Elég, hogyha fiatalok elét, vagy pontosan arról van szó, amit mondtál az előbb, hogy nem gondolkodnak ilyen összefüggésekbe, de arra jó, hogy figyelmet felkeltsenek, és több kattintást kapjanak a YouTube videóik. Igen, ez szerintem alapvetően a 19-20 évesek között szerintem a legtöbb az nem lát ennyire távolra, hogy most ezen, ők ezt ilyen bulinak is tartják, emlékszem, mi is ilyenek voltunk. Hát ilyenek, idején. Persze. És nem gondolom, szóval nincs ebben egy ilyen nagy, mély, átfogó, komplex gondolkodás, hanem végre van valami, ami ellen lehet lázadni, tehát lehet csinálni olyan dolgokat, amin kiakadnak a boomerek, és akkor ez a lényeg egy csomó mindenkinél, és van mögötte 3-4 olyan, akinek meg már van annyi esze, vagy van információja, akiket meg felkarolnak ezek a nagy pénzzel rendelkező magánszemélyek, meg háttéremberek, és akkor ezek ki vannak képezve arra, hogy szervezzék, meg koordinálják ezeket az akciókat, és őnekik meg ilyen szinten egy jövő is kibontakozik a szemük előtt, hogy ez lehet
a jövőben is. Tehát amikor egy ilyen úgynevezett non-profit szervezetbe 4-5 millió dollárt beletol valaki, és kb. Csak erre használják, hogy beszervezzenek fiatalokat, meg kiképezzék őket, hogy hogyan kell egy ilyen performance-ot megcsinálni. Ez az iszonyatosan nagy pénz, 4 milliárd vagy 4 millió dollárból azért egy üzletet be lehetne indítani sikeresen, de ez erre megy el, és az, hogy koordinálják meg szervezik ezt az egészet, tehát ebbe azért annak a pár értelmi szerzőnek van egy perspektíva is. Szóval szerintem az egész egy ilyen, tehát kifejezetten csak arra megy ki, hogy felháborodjanak. És ettől végül is senki nem fogja fel, nem fognak a szerverek leállni, meg pont a fiatalok, akik annyira érzékenyek a klímára, pont ők azok, akik az eldobható ruhákat veszik meg, ami 1500 forint, de körülbelül kétszer van rajtad, és kinyúlik, és nem lehet utána használni, és ki kell dobni, vagy nem. Tehát pontosan ők azok, akik a számítógépet, meg a kütyüket, meg az egyebeket használják, a Netflixet, meg a streamelést. Tehát nem lehet azt mondani, hogy környezetvédőbbek, mint amilyenek az előtte levő generációk voltak. És de majd jön az utána egész... következő, aki azt mondja, hogy ti tettétek tönkre a jövőnket, és akkor ez egy szlogen maradhat. Hát így van, de ez is mindig így volt. Minden következő generáció az előtte levőt hibáztatja azokért a dolgokért, amik nem sikerülnek. Aztán, amikor elég idősek lesznek, addigra már lesz egy következő generáció, akire lehet mondani, hogy ezek a mai fiatalok. Minden esetre a felháborodásuk odáig azért elvitte a helyzetet, hogy mi is erről beszélünk a rádióba, de most legalább tudjuk, hogy miről is lehet szó. Egy kicsit közelebb kerültünk a hírek mögött ahhoz, hogy miért is öntenek le értékes festményeket, mert eddig azért ezt nem volt olyan könnyű átlátni. Nagyon köszönöm, Andrea, hogy ránk szántad az idődet, és akkor egyben már előre bezengjük, hogy aki erről szeretne olvasni, az a Hetekben Rima Szombati Andrea tollából olvashatja ezt a cikket. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.